Szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcast hallgatóit. Én Göntér Móni vagyok, és mai vendégem Sauerman Tamás, akivel mentoringról, coachingról, spiritualitásról és tanulás, illetve tanítás módszertanról beszélgetünk. Gyertek tartsatok velünk. Szia Tamás! Szia, Móni! Felolvasok neked valamit, aztán <laughs> Jó. majd beszélünk okay. róla. Tamás Laza, de profi személyisége magával ragadott. Olyan szakmailag felkészült és megalapozott tudású oktató, aki mégis közérthetően adja át az ismereteket. Sokoldalú, könnyed és imaginatív, rendkívül széles látókörű és hiteles. Segítőkész és megjegyzi a neveket. Látszik rajta, hogy ért ahhoz, amiről beszél. Fantasztikus tanár. Még több órát szeretnénk vele. Inspiráló és példaértékű a tudása, a hozzáállása és a beszélgetés vezetése. Nagyon szeretem, ahogy Tamás tanít, és velünk együtt gondolkodik. hiteles, nagyon emberi, nagyon partneri. ennyi időt töltött azzal, hogy visszajelzést adja. Hallgatók visszajelzéseit olvastam most föl neked. Tisztelő. Szóval hogyan tanítasz te, amivel ezt a hatást éred el? Milyen elvek mentén... Milyen elvek mentén? Ö, vagy nem tudom, milyen módszert annal Hát, <kül> szerintem úgy tanítok, ugyanaz vezérli azt, ahogy tanítok, ami, ami vezérli azt, ahogy kócsolok. És ez pedig uh -huh. az, hogy a, az egész folyamat az a hallgatóról kell, hogy szóljon. Uh -huh. Tehát, uh -huh. hogy hogy az én az, az az méri meg, hogy hogy ő megértette azt, amiről szó van, kapcsolódik-e hozzá, akarja azt utána beépíteni az életébe, van-e lehetőség erre reflektálni, kiderül-e az, hogy mit nem ért, utána kap-e erre választ. Szóval ezek, ezek, a, ezek a dolgok. Tehát amikor a fókusz, tehát amikor amikor az embernek sikerül a magáról teljes mértékig, ami néha nehéz, mert hogy tudom, fél. Vagy az izgul. embernek, neked, az embernek, oktatónak? igen, tehát az oktatónak, igen. Mm -hmm. Tehát, hogyha egy tanár, tanár képes úgy bemenni a, a csoportba, vagy osztályba, mint ahogy gondolom egy színész kimegy a színpadra, amikor, amikor már nem retteg, és amikor már nem azzal foglalkozik, hogy hányan nézik, na, akkor tud történni valami, valami izgalmas. De ugye ez, ez az kell, hogy, hogy teljesen, tehát a fókusz az teljesen azon legyen, hogy akik, akik ott vannak, nekik mire van szükségük, és most vajon abból, amit én el tudnék mondani még nagyon sok mindenfélét, vajon mit kell most elmondani pont ennek a kis társaságnak, vagy pont azoknak, akik ott ülnek. Hm. Úgyhogy ez egy elég interaktív műfaj az én fejemben, mert hogy, mert hogy nagyon nem szeretnék irreleváns lenni, mondjuk ez is, na ez Világos. is egy ilyen fontos, fontos drive szerintem, hogy, hogy Szóval Az nem motivál, hogy halljam a saját hangomat, az, az motivál, hogy olyan dolgok hangzolnak el, ami a leginkább tovább viszi őket azon a, az úton. Na, ez egy másik dolog, igen. Ez, ez is egy ilyen nagyon fontos meggyőződésem, hogy, hogy a tanítás az a tanítás az nem mindig egy, egy adott tananyagnak az átadásáról szól, hanem mindenkinek az adott pontján, ahol éppen van, az onnan a leg, lehető legmesszebb való tovább segítéséről szól. Ebből következően nekem valahogy rá kell jönnöm, hogy ki hol van, hm. és olyan módon kell ott azon az egy órán lenni, vagy jelen lenni, és olyan dókról kell beszélni, és olyan dolgokat kell öm, végigvenni, vagy <coughs> megcímezni, ami őket onnan viszi a lehető legmesszebbre előre. Na, ilyenek. De nem tudom, ez mennyire megfogható, meg mennyire ja. magyarázat bármire is. Ott vagy egy csoportban, ott van 5-6-10-20 ember, mm -hmm. mikor mennyi, és oktatóként belépsz. Azt mondod, hogy jó, ha tudod, hogy ki hol van, hogy aztán onnan tud tovább vinni. És ez világos, hogyha egy emberül ül veled szembe, akkor azért ez viszonylag egyszerű, vagy legalábbis könnyebb felmérni, hogy ő hol van. Na de a csoportban ezt hogy csinálod? Lehet, hogy erre nem fog tudni neked válaszolni. Tehát hogy hogy ez történik. Tehát valahogy, valahogy vannak helyzetek, amiket úgy generálsz le, hogy abból kiderüljön, hogy mire hogy reagálnak. Nem tudom, ki, ki egy csomó mindent, és megnézed, hogy mire mire uh, csillan fel a szemük, hol zavarodnak össze, mi az, amiről meg az életben nem hallottak, mi az, ami teljes trivialitás a számukra, és. Uh, és ez mindig egy ilyen, egy ilyen orosz rulett, rulett végül is, mert hogy nem tudod, hogy amivel te készültél, az mondjuk itt, ott a PTF-en rendszeresen előfordul az, hogy te készülsz valamilyen témával, és ott, ott ül valaki, aki ebből doktorit írt. Aha. És akkor ez azért egy izgalmas kihívás, hogy hogy hogy, hogy, hogy csinálod azt, hogy ott röptében átszerel a repülőt, és lecseréld a motort, és kibővítsd a kabinokat, vagy nem tudom, tehát, hogy hogy csinálod azt, hogy, hogy, hogy neki is releváns legyen az a, az a dolog, ami, ami itt történik. És azt tudom, hogy neked ebben van több évtizedes tapasztalatod, mert hogy középiskolai tanárként kezdtél, ugye, matematika, informatika, miket tanítottál még? Hát igen, egyébként nagyon érdekes, hogy amikor én gyakorló tanításon voltam, még főiskolásként, akkor döbbentem meg, hogy ez nekem mennyire magától értett, hogy bemegyek egy, egy osztályterembe, és ott levézenyelek egy mikrotanítás és aztán leülök. És hogy ez ilyen magától értett, és akkor jöttem rá, hogy én ezt évek óta csinálom igazából. Tehát, tehát ez, ez a fajta működés, ez még messze a tanári Képzésem előttről van, mert hogy én gyerekeket tanítottam vasárnap iskolában, meg aztán egyetemen csináltunk bibliakört éveken keresztül saját magunknak, meg az összes csoportásunknak, akiket ez érdekelt. Tehát ott már csoportos beszélgetés vezetés volt, ami, ami, amit kellett működtetni, és ott nem ott se előadtál, hanem az volt a lényeg, hogy volt egy szöveg, és akkor arról, hogyan tudunk egy olyan jelentőségteljes beszélgetést végvinni, ami minden, amitől mindenkinek aztán csillog a száma, amikor feláll. Úgyhogy, na, de visszatér a kérdésedre, tehát én matematika szakon végeztem eredetileg. Igen. Aztán, aztán egy informatika szakot is végeztem az eltén, és uh, matematikát egy, egy viszonylag rövid ide ideig ta tanítottam, mert uh, rájöttem, hogy nem tudok annyira jó matematika tanár lenni, amilyen szeretnék. Pontosabban nincs időm belerakni uh, a matematika uh, tanárságon felégépítésébe. És akkor inkább ezt, ezt, ezt abba hagytam és aztán informatikát tanítottam alapvetően. Ami ugye egy eszköz, és akkor ez azért volt nagyszerű, mert ezt meg lehetett tölteni mindenféle izgalmas dolggal, a, nem tudom, a romhányi vers tördeléstől kezdve, a, a, ah. a vásárlás teljes folyamatának megtervezéséig, nem tudom, ez egy csomó mindent lehetett tanítani a gyerekeknek, amit aztán informatikai keretek között valami valamire felhasználtunk, hogy éppen megtanuljanak e-mailt írni, vagy valami más kép amit. Másképp tanítasz gyerekeket, fiatalokat, mint felnőtteket? Nem. Egyszer voltam egy ilyen beszélgetésben, amikor, amivel el is vesztettem a partneremet, amikor ezt így kategorikusan felvállaltam, hogy nem ugyanúgy tanítok uh -huh. gyerekeket, mint felnőtteket. Egyébként lehet, hogy azért, mert uh, szerintem gyerekeket úgy lehet tanítani, hogyha véresen komolyan veszed őket. Hmm és ami nem azt jelenti, ne, ne lehetne tele humorral az óra, de hogy, de hogy amit ő gondol, azt ő úgy gondolja, és lehet, hogy hülyeségnek tűnik, vagy félig sült, mondjuk persze ebből a szempontból felnőttek se sokkal jobbak, de hogy, ja, nem tudom, fú, jó ezek a kérdések, ezen nem gondoltam még soha. Amúgy én is hasonló választ adok, amikor tőlem megkérdezik, hogy másképp kócsolok egy gyerekeket, fiatalokat, mint felnőttek. Hogy nem. Hogy nem. Igen. Igen Tehát, Hogy... Igen bizonyos körülmények mások, de egyébként maga módszertan, megközelítés, hozzáállás, hozzáállás attitűd. Az... Igen, egyébként szerintem a partnerség itt egy kulcs a tanításban. Ami ugye coach, egy coach kontextusban magától értetődő. Tanításban szerintem nem annyira magától értetődő, legalábbis egy csomó ember számára egyáltalán nem magától értetődő. Nekem mindig is magától értetődő volt, hogy mi, mi egy folyamatot próbálunk működtetni együtt, ha erre, ez, erre én nem tudom megnyerni a diákokat, akkor akkor mit fogok csinálni? Tehát én helyettük nem tudom megtanulni az anyagot. És ja, és azt hiszem, hogy ez, és ami még egy nagyon érdekes dolog volt így a tanárságból, talán ez is hozzájárult, hogy én sokkal több mindent tanítottam meg óraközi szünetben, meg ö, osztálykiránduláson, meg ö, nem tudom, filmklubban, meg lelki napon, mint tanórán belül. Egyébként ezért hagytam abba a tanítást amúgy, Aha. mert rájöttem, hogy engem igazából ezek az időszakok érdekelnek, amikor olyan informálisan vagyunk együtt mm. a gyerekekkel, hogy hogy a Duna partján a homokban lehet mm. matematika példákat rajzolni, mert, mert éppen foglalkoztatja őket ez a probléma. Mm. És hát ez most konkrétan meg is történt. Úgyhogy... Meg ez mint egy tapasztalati tanulás, meg tanítás irányába menne. Abszolút, igen, igen. Igen. Tehát, hogy a ahhoz kötni a, a megtanítandót, ami éppen aktuális, ami releváns, ami őt foglalkoztatja. A Pécsi Egyetemen te tanítasz is. Tanulás, tanítás, módszertant? Tanulás Tanulásmódszertant. Tanulás, Tehát ez, ez a másik oldala, hogy te, te hogyan tanulsz, mármint, hogy a, a diák hogyan tanul, vagy a hallgató hogyan tanul. Mi az, amit te mondanál azoknak, akik tanítanak, ami nekik releváns lehet abból, hogy mások hogyan tanulnak. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Én Az én fejemben a tanár szerep az radikálisan átalakult. Egyébként valószínűleg ez már úgy nagyjából meg volt a legelejétől kezdve, csak aztán elkezdett ez nagyon erősen tudatosulni. De hogy én azt gondolom, hogy tanárszerep tanár szerep az egy tanulás facilitátor szerep. Uh -huh. Tehát, egy, tehát nem, a, nem a tanáron múlik, hogy valaki megtanulja az anyagot, tehát nem tanítás. Én ugye annak idején, amikor tanárként képződtem, akkor volt tanításmódszertan, Igen. ami, amitől vártuk a nagy csodát, hogy az egyes tantárgyon belül most megtudjuk, hogy ezt hogy kell megtanítani. Na most onnantól kezdve, hogy én elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hányféleképpen tanulnak emberek, jöttem rá arra, hogy ez, ez teljesen rossz oldaláról fogtuk meg ezt a dolgot, és most nem azt mondom, hogy nincsenek jó gyakorlatok, matematika, különböző matematika példákat, hogy lehet jól elmagyarázni, de lesznek olyan osztálytermi helyzetek, ahol az, az a működ, az, az be fog sülni az a fajta szuper megoldás, amit, amit nekünk megtanítottak, mert az a gyerek másképp van bekötve. És lehet egyébként pont azért van másképp Igen. bekötve, sokkal tehetségesebb, és sokkal eredetibb gondolkodó. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően tanárként én úgy tekintek magamra, és ezt erre próbálom egyébként rávenni mindenkit, aki vele kapcsolatba a ilyen kontextusban, és foglalkozom néha sokkal, tehát hogy dolgozunk tanárokkal, vagy tanári karokkal, hogy, hogy, magára úgy tekintsem, mint aki a tanulást segíti elő minden létező eszközzel. És nála sok eszköz van egyébként, tehát sok minden tehet annak érdekében, hogy a tanulás megtörténjen, de az ő alapvető feladata, hogy az akadályokat távolítsa el. Hm. És, és utána, utána, jön a gyerek, vagy a hallgató, vagy a, a, másik fél, és, na, és így tud megvalósulni az igazi partnerség, hogy én azon vagyok, hogy az, akit én megpróbálok megtanítani valamire, annak a tanulását tegyem a létező legkönnyebbé. Például az, hogy váltok módszert, hogy teljesen másképp fogom meg, hogy ellenkező irányból kezdem el magyarázni, hogy illusztrálom, ha rájövök, hogy azt hiányzik, nem tudja kötni. És akkor itt nyilván a tanulás módszert, tehát a, a tapasztalt tanulás, mint, mint, egy tudás anyag, az elég sokat segít, mert, mert ad egyfajt, egy, egy csomó ötletet arra nézve, hogy hányféleképpen lehet hozzáállni, egy, hányféleképpen van másképp a coaching, mint tanulási helyzet, azt hogyan tudod mindezt, amit most elmondtál, átkonvertálni oda? Hát nagyon könnyen. Tehát, hogy ez nem, nem érzem ezt egy, egy nagyon nagy kihívásnak. Itt, itt egyébként maga a tanulás borzasztan sokat segít, tehát nekem, aztán biztos, tehát azt látom, hogy nagyon sok ember nagyon sok fajta elméleten keresztül Fogja meg a coachingot, de nekem maga a tanulásról való gondolkodás, ez sokat segített a coachingon belül. Hogy Olyan módon, hogy ahogy én a tanításban is megpróbáltam mindenkit, meg mindenkinek felkínálni azt a lépést, ahol ő be tud lépni a tanulásban, na ugyanez működik a coachingban is, hogy, hogy nagyon sokféleképpen működünk, nagyon sokféleképpen találkozunk a valósággal, sokfajta csatornán keresztül. Um, áll össze, vagy indul be az a folyamat, ami, ami aztán elvezet a, a dolgok beépüléséhez és a gyakorlatból való átültetéshez. És ugye coachingban ez azért egy, -egy fontos Igen. szempont, hogy a végén ez megjelenjen a, a, a működésben. Um, és elfejtettem a kérdést, szerintem. Aha. Mi volt a kérdés? Hát, nem baj, ott egy másik mondom azt, és lehet, hogy megválaszolod Jó. vele az előzőt is vagy lehet, hogy pontosítom, de elég alaposan feldolgoztad az ICF és IMCC kompetenciákat. Melyek azok a kompetenciák, amik kifejezetten segítik az ügyfél tanulását? Én azt mondanám, hogy a partnerség biztos, tehát hogy az, hogy én nem akarom helyette megtanulni azt, amit neki kell megtanulnia, ez, ez teljesen biztos, tehát nem akarom átvállalni tőle a felelősséget. Aztán az is, hogy én őt próbálom felelősségben tartani, tehát hogy nem csak, hogy nem vállalom át, de őt viszont próbálom, próbálom segíteni abban, hogy ő meg felvállalja annak a felelősségét, hogy ő tehet azért, amit éppen meg akar oldani. Ez biztos. Aztán az is egy nagyon érdekes dolog, ahogy én jelen vagyok, mint egy erőforrás az ügyfél számára, uh -huh. és akkor ugye itt egy jó kis kép ez a, tehát bányászol engem ki, tehát, Há. hogy van, vannak helyzetek, ahol ahol neki az egy borzasztóan izgalmas lehetőség, hogy van, van valaki, aki a rendelkezésre bocsátja a teljes figyelmét és idegrendszerét, és, és ad neki visszajelzéseket, hogy amikor ezt most te mondtad, akkor bennem megjelent egy marha nagy félelem, vagy ha én lennék a helyedben, akkor én rettegnék, és akkor erre hirtelen ő rájön, hogy ez rettegés, amit én érzek. Á, ah, oké. Okay. Szóval, hogy ez a, ez a fajta. Ez a fajta értő figyelem, az, hogy, az, hogy én beleengedem magam a, a, helyzetbe, és felkínálom neki azokat, azokat az, adatokat, amik nálam vannak, ez is, ez is egy nagyon fontos, a tanulásban egy, egy, hihetetlen fontos segítség. Struktúra. Szerintem a tanulásban a struktúra elengedhetetlen fontos. Az, hogy milyen struktúrát tud egy kócs mondjuk hmm. teremteni. Mire gondolsz a struktúra alatt? Um, akár arra, hogy, hogy tudatosan végigvisz egy folyamatot. Hmm. Hogy nem esnek le a földre dolgok. Hogy, hogy felismeri, hogy hányféle szál bomlik ki, és akkor ő ezt észben tartja, és visszaadja az ügyfélnek. Hogyha az egyiket már elvarta, akkor azt mondja, hogy na jó, figyelj, volt ott még egy elágazás, te ah. el akartál menni jobbra. El akarsz most oda menni? Igen, persze, és akkor. Szóval, hogy ezek a fajta. Igen, tehát ugye a folyamatért a kócs a, a, a gyakorlatilag végig tesz. Vagy, vagy... ugye ezt is láttam a coaching folyamatot, tehát lehet, hogy uh -huh. is, ez is jött ez most így be. Hát ilyenek, nem tudom. Aha. Téged mi motiválta arra, hogy coachingot tanuljál? Hát engem az motiválta arra, hogy coachingot tanuljak, hogy nem azt éreztem, hogy nem tudom, nem tudom leállítani magam, amikor tanácsot akarok adni. Aha. És addigra én ugye, már dolgoztam évek, évek tehát éveken keresztül életpálya tanácsadóként, meg karrier tanácsadóként, meg pályorientációs tanácsadóként. És ott is nagyon világos volt, hogy nagyon sokszor nem, az a, nem tett a, hiába az a neve, hogy tanácsadó, valójában nem az igen. a jó az ügyfélnek, ha én tanácsot adok. Van olyan helyzet, amikor igen, de hogy de hogy egy csomó helyzetben nem. És ez működött is, de azt éreztem, hogy vannak helyzetek, ahol azon kapom magam, hogy most marhára nem tanács lehet volna szükség az ügyfélnek, uh -huh. és mégis megint tanácsokat osztogatok. Úgyhogy ez volt az ok. Emlékszem is a felvételén Kérdeztétek tőlem, hogy miért akarok ide jönni tanulni, és akkor én mondtam, hogy hát, hogy kitapogassam a, 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 a coaching szerepnek a határait, ah. és, és hogy meg tudjam különböztetni ezeket a szereket, és akkor Norbi mondta, hogy, hogy de hát ezért nem kell elvégezni egy, egy ö, egész coach képzést, és akkor én ültem ott, és azon gondoltam, hogy de. Okay. De ezért el kell végezni, és aztán tényleg azt éreztem, hogy egy fél évig tartott, míg, míg el, el tudtam kezdeni így érteni, hogy mi is a bajom, tehát hogy hol vannak azok a dolgok, amik nem álltak össze. Ha, azt mondod, hogy ki akartad tapogatni a coaching határait. Uh -huh. Hova jutottál? Mik a határai a coachingnak? Ezzel alatt azt értettem egyébként, hogy, a, hogy be akartam úgy lakni azt a szerepet, hogy, hogy nagyon szigorú módon. Azt a szerepet, benne az a, tudjak, kócs szerepet. a kócs szerepet. Aha. Igen, hogy nagyon szigorú módon benne tudjak maradni a kulcs szerepe, ha uh -huh. akarok. Tehát, hogy, hogy ne legyen az, hogy sodródom kibe. Uh -huh, uh -huh. És lehet, hogy már konstatálom, hogy ez már nem coach szerep, de nem tudok ellene tenni semmit. Tehát azt, azt, elkem igazából az volt a célom, hogy eljussak arra a pontra, amikor nagyon tudatosan, a helyzetben tudatosan el tudom dönteni, hogy most mire van szükség az ügyfélnek. Arra, hogy én tanácsadóként legyek jelen, arra, hogy coachként legyek jelen, tehát, hogy, hogy visszahúzódjak csak a kérdező szerepébe, vagy a, vagy a, a, a nagyon erősen uh, igen, nem mindegy, tehát, hogy ez a uh -huh. ez, ez volt. Ú, ez nagyon, izgalmas hogy, ez nagyon izgalmas, hogy ott az ügyfél, uh -huh. és hogyan döntöd el, hogy most melyik szerepedben vagy? Azt mondod, hogy most már ebben van valami tudatosság, tehát ha. nem csak úgy kiesel, és a kócs szerepből és átmész tanácsadóba. Mik azok a momentumok vagy az, az ügyfél tesz valamit, ügyfél mond valamit, mi alapján döntöd el, hogy akkor most itt tanácsadásra van szükség, és nem coachingra? Hát az egyik ilyen, ilyen, nagyon egyszerű gondolat, ami sokszor gyorsan eldönti ezt a bennem, ezt a kérdést, hogy, a, hogy van-e valami olyan információ, ami hiányzik az ügyfélnek, ami nálam van, amit egyszerűen csak ha átadok neki, az már neki segít. Uh -huh. Tehát a... Mondj egy konkrét példát. Például mondjuk, hogyha ez egy karrier coaching, uh -huh. mert ott, ott nagyon sokszor felmerül ez, hogy de hát mondja már meg, hogy mi legyek, ha nagy leszek. Uh, nagyon sokszor van olyan helyzet, hogy mi, hogy mi dolgozunk, hogy nagyon szépen körbeírja, hogy mit is szeretne csinálni, vagy mi minden érdekli. Uh -huh. És nekem be, bevillan az, hogy de hát van egy ilyen szakma, ami, ami kifejten ezeket a dolgokat integrálja. Igen. És ő látja, az egyik felére már van ötlete, hogy azt mit lehetne csinálni, de közben hiányi, hiányzik neki egy, egy nagy terület, amit szintén szívesen csinálna. Arra is tudja, hogy azt hol szokták, de nem lát rá, hogy ezt a kettőt például lehetne kombinálni egy, egy konkrét szakmában. Tehát itt, én, nagyon érdekli a biológia, és orvosira szívesen elmenne, de közben nagyon állandó barkácsolés, szerkesztés, mérnökösködik és én tudom, hogy van bionikus mérnök, de ő nem biztos, hogy tudja, hogy Igen. létezik ilyen, hogy bionikus mérnök, ami, ami ugye pont ezt a két tudományterületet integrálja. Üm, és akkor ez egy olyan helyzet, ahol, ahol én nem tudok neki olyan kérdést föltenni, hogy ő egyszer csak azt válaszolja, hogy hát bionikus mérnök, Igen. mert hogy, mert hogy ez nincs meg ez az információ. Szóval ezek azok a helyzetek, ahol biztos, hogy, hogy nyilván ez tárcán arra, amely almaként fel lehet kínálni azt, hogy, figyelj, tudsz te arról, vagy hallottál már arról, hogy létezik egy ilyen szak? Üh, nem. Üh, meséljek róla egy kicsit? Igen. Uh -huh. Na, és akkor, és akkor el tudok kezdeni mesélni neki egy picit, hogy ez miről szól, és akkor ez hogy hangzik neked, és akkor ez a persze már megint visszahúzottam a szerepembe uh -huh. Persze így, ha így csinálom, ki se kellett lépnem a szerepemből, mert ez ez szerintem teljes mértékig belefér a coach szerepbe is. Igen, ez ahogy mondtad, igen. hogy ez is tárcán, aranyalmaként fölkínálódik igen, neki, igen, 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 igen. És igen, és akkor ő dönthet, hogy elveszi-e vagy sem. Igen, és hát ez, ez igazából az izgalmas az egészben, hogy egy ponton túl rájövök, hogy itt ezek a szerepek ezek feloldódtak. Uh -huh. Mert attitűdökről van szó, meg, 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 meg hozzáállásokról. És lehet, hogy én a tanácsadói feladataimat tökéletesen el tudom végezni teljes kócsként, vagy a coachingot tudom, az általam legmagasztosabbnak gondolt tanácsadói identitásomból csinálni, és, és, átmennék az ICF, nem tudom mi, mi csodáján. Szóval ez, igen, ez pont most hallottam egy, egy, egy nagyon érdekes gondolatot, egy Nobel-díjas halbiológus egész igen. életének a munkáját abban foglalta össze, hogy halak már pedig nincsenek. Oh. És, és, hát szóval van az a pont, ahol rájön az ember, mert már annyira látja a lényegét, hogy, hogy nincsen olyan, hogy hal mert hogy ezek teljesen más lé lények, csak azért, mert a víz alatt élnek, vagy ugyanazon a részén találhatók az étteremben a menüben, attól még, hmm. attól még ezek nem nincsen semmi közük egymáshoz, is. szóval van az a helyzet. Ezzel azt azem. mondod, hogy nincsen olyan, hogy coaching, Ezzel azt nincsen mondom, olyan, hogy, hogy tanácsadás. Hát simán el lehet jutni arra pontra, ahol azt mondod, hogy hát én már nem tudom, mi vagyok, uh -huh. de úgy csinálok szupervíziót, hogy közben maradok coach, vagy ez nem piszkálja coach identitásom, vagy úgy csinálok tanácsadást, hogy ez közben Közben teljesen megfelel akár a szupervíziós elvárásoknak is. Ügyfél vagyok, el vagyok akadva, foga nem tudom, valahogy nem, nem érzem jól magam a helyemen, a... ezt is kipróbáltam, azt is kipróbáltam, de valahogy nem, nem komfortos, nem tudom igazából, hogy mit akarok, vagy merre akarok mozdulni. Kihez forduljak kocshoz, tanácsadóhoz, egy mentorhoz, kihez? Uh -huh. Hát szerintem elsőként ahhoz fordulj el, aki akihez van bizalmam, és aki, aki érzed azt, hogy nem a saját agendáját akarja rajtad keresztül passzírozni, és akkor nézd meg, mi történik. Mert lehet, hogy baráti beszélgetésre van szükséged, még az is lehet, hogy nem Le. is kell érte fizetned uh -huh. se. Vagy ezt ne áruljuk el egy ilyen coaching podcaston? Hát így zárójelben. zárójelben. Szóval van ilyen is. Hogy... Szóval én szerintem kezd, kezdél el oda valakihez, aki, akivel kapcsolatban már tud arra nézve, hogy képes volt meghallgatni téged, képes volt érdemes, értelmes kérdéseket feltenni. Aztán nézd meg, mi történik. És ez, ez lenne mondjuk az első, első, első javaslatom. Ha, ha az az illető mondjuk valamennyire professzionális módon van jelen, tehát reflektál saját szerepére, tehát tisztában az, hogy ő most éppen mit csinál, nem csak úgy nagyon klasszul csinálja, akkor lehet, hogy egy ponton ő maga fogja elmondani neked, hogy figyelj, én itt elfogytam, hm. és akkor ő meg fogja neked mondani, hogy neked szerintem egy ilyen típusú szakemberre van szükséged. Akkor kérdez vissza, hogy miért. Vagy mi a különbség azok között, a szakemberek között? És akkor a, a te problémád fényében ő lehet, hogy el fogja tudni mondani azt, hogy ő miért érzi azt, hogy ő most ő most itt már nem érzi magát biztonságban, vagy úgy érzi, hogy nem tud neked segíteni. Mm. És akkor abból meg fogod tudni, hogy milyen irányba menjél tovább. Ezt most nem tudom, mint hipotetikus oh, okay. ügyféltéget kielégít-e, Kezdetnek jó, tehát megyek a barátomhoz vagy barátnőmhöz, és aztán majd meglátjuk, hát ha ingyen is kapok. Így van, elegendő még munitiat. az is lehet. Igen. Ja. És ö, oktatsz a, nálunk a mentorkócs és coach szupervizor képzésen is. Mentoringot elsősorban, de hát ugye ezek mint most kiderült nem válnak el egymástól, sőt, talán nincsenek is. Mégis akkor mit oktat? <laughs> Igen. Hát um, például a mentoring már nekem most az volt az óriási nagy élmény, hogy, hogy ott azt uh, kezdtük el kinyitni, Ugye ráadásul én a mentoring alapjait tanítom, ráadásul olyan hallgatóknak, akiknek olyan pedig pedigréjük van, hogy, hogy öröm, öröm olvasni. Um, szóval én ott azt próbáltam meg, megcsinálni, hogy olyan témákra zoomoltunk rá, ami ha valami, akkor az mondjuk megkülönbözteti a mentoringot a coachingtól. És az egyik ilyen, ami nyilvánvalóbb különbség lehet esetleg a coaching és a mentoring között, az az, hogy mitől lesz hiteles az a szakember, aki ezt emész. És, és, ugye, és általában ez, ez azon múlik, hogy a, attól a szakembertől elvárod-e azt, hogy ő neki tapasztalta és rálásson, rálásson, arra a területre, amint te mocorogsz. Tehát amiben te segítséget kérsz. Egy kócsnál ez ugye nem egyáltalán nem elvárás. Tehát egy kócsnál ő tud neked segíteni, gondolkodni a saját dolgaidról, anélkül, hogy érteni azt, hogy te mi foglalkozol. Egy mentornál általában azt várjuk, hogy a mentor értsen ahhoz a területhez. Tehát így választunk magunknak mentort. És, na, és ahogyha mentorként akarok én egy olyan területen segíteni valakinek, ahhoz mihez értek, akkor, akkor megjelenik egy olyan probléma, hogy ott viszont vannak tanácsaim. Tehát ott vannak kiforrott véleményeim, meg, meg, meg Megoldásaim, amik nekem bejöttek. Igen. És akkor azon a területen, hogy tudok ezek mentén úgy segíteni, hogy ne ne nyomjam le az ügyfelet, ne, ne, ne az én tanácsaimat, az én megoldásaimat erőltessem rá. Úgyhogy a mentoring alapjainál ezt kezdtük el kibontani, hogy hogy ha én értek ahhoz, ami, ami, amiben tőlem segítséget kértek, lehet, hogy én maradnék coach szerepben egyébként, de el fog kezdeni beúszni az az információ, ami miért az ügyfél jött. Tehát ő, őt, őt nagyon érdekli, hogy én bizonyos helyzetben Igen. mit csinálnék. Ezzel mit kezdek? Hogy, hogy az egész coaching alapjaimat ne veszítsem el, hogy azokat a meggyőződéseim. Hát szerintem reflektálok rájuk. Tehát szerintem az történik, hogy ha megtanulom, egyrészt, hogyha ugye attól leszek professzionális, hogy tudom, mi zajlik. Tehát, hogy van elég sávszélességem uh -huh. arra, hogy ne csak csináljam azt a dolgot, de maradjon elég időm, és, és van, van elég rutinom, hogy maradjon elég figyelmem, és jelenlétem arra, hogy, hogy azt is nézzem, hogy mi történik, és én abban jól működök, és nincs szükség arra, hogy én az váltsak stratégiát, bármit. Uh -huh. A reflektálás és... alatt ezt érted, hogy te érzékeled, hogy benned mi történik. Hát akár. Vagy ki respektál... is mondott hangosan? Öm, tehát a reflektálás, igen, tehát én most még csak az érzékelésről Aha. gondoltam, tehát hogy mindent érzékelek, amit csak lehet, az nyilván egy, múlva egyre nagyobb sáv lesz, amire igen. tudok odafigyelni, mert egyre inkább ö, szóval egyre több minden fog tűn, tudni idegrendszerből működni a, a coachingban, szóval a magas szintű kognitív funkcióim azok felszabadulnak. De minden szépen esetre, ugye? Minden esetre a Mindenesetre hogyha én reflektálok a folyamatra, akkor akkor el tudom kezdeni megtanulni azt, hogyha bejön egy tanács, tehát bejelentkezik jobbról az agyamban egy, na ezt kéne neki most csinálni a típusú meggyőződés, akkor én ezt már nem, kifogom, nem, nem fogom feltétlenül kiengedni, hanem, hanem például elkezdem szétszedni gyorsan, hogy ez milyen előfeltételezéseken alapul, és elkezdek azokból az előfeltételezésekből legenerálni kérdéseket. És ilyen módon a egyik legjobb barátom lesz a saját tanácsom, mert hogy hihetetlen mennyiségű támpontot ad, hogy mire, mire is lehetne rákérdezni, mi mindent lehet gyorsan végszitálni, hogy ezek közül mi az, ami vajon az ügyfélnek hiányzik, vagy mi az, ami nincs a helyén, vagy vagy milyen irányba érdemes elindulni. Úgyhogy szerintem a mentoringban ez egy óriási pozitív vagy potenciál. Is egyébként. Gyakran megfigyelhető kezdő kócsoknál ez a. Az a fajta kérdés, hogy gondoltál-e már arra, hogy? Igen, ugye, hogy a, a tanácsot, igen, igen. ezt bele kérdésbe. Igen, igen. Hogy csináljuk ezt jól? Mert azt mondod, hogy a fejedben lévő tanácsokból le tudsz generálni kérdéseket. Hogyha úgy fogom fel a coachingot, mint tanulás, akkor akkor ez nem csak arról szól, hogy az ügyfél tanul, hanem arról is szól, hogy én tanulok. Tehát ugye ez a helyzet egy Így van. tanulás. Tehát hogy te is tanulsz, én is tanulok. Igen. Tehát például bejön egy tanács, amit tudom, hogy mit kéne csinálni az ügyfélnek, akkor azon a ponton meg tudom keresni az előfeltételezések mentén azokat a kérdéseket, amiket kíváncsian feltok tenni, amikre nem tudok. Tehát, uh -huh. amit nem tudok. Na most, uh -huh. hogyha olyan kérdést teszek fel, amit, amire érdekel az ügyfél válasza, akkor ezzel automatikusan, az én tapasztalatom szerint, kifogtam a szelet a, az ilyen burkolt, sugalmazott kérdések vitorlájából, uh -huh. mert, mert hát nem amit sugalmazva kérdezek, arról azt gondolom, hogy tudom, csak uh -huh. azt, azt remélem, ah, hogy igen, az ügyfél igen, is rájön. De hogyha tudok olyat kérdezni, amit én se tudok, akkor nincs az a veszély, hogy az ügyfél azt gondolná, hogy ő most valami olyasmit kéne, hogy megtaláljon, amit én már látok, de ő még nem. Ja, tehát megjelenik a fejembe a tanács, hogy neked bionikai mérnöknek kéne lenned. Akkor mit kérdezek? Hát ugye csináltam azt, amit az, az, el, az előbb mutattam, hogy hogy egyszerűen behozom ezt a témát is. Uh -huh. és tehát lehetne ezt, ezt meg... úgy is tudok én behozni információt, hogy ez nem, nem tanács. Igen. De mondjuk, hogyha tényleg megjelenik a fejembe, hogy ennek a sásznak meg van ahhoz, hogy bionikai mérnök, szerintem ő bionikai mérnök lesz, akkor, akkor én elkezdek azon gondolkodni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bionikai mérnök legyen. És akkor el tudom kezdeni azt megkérdezni tőle, hogy figyelj, van neked kedved bele menni, ugye egyébként nagyon eltérő Tudományterületekbe? Te úgy uh -huh. szoktál ilyet csinálni? És akkor erre már ő tud egy választ adni, mert ez már róla szól, tehát ez, a, tehát ez már nem arról szól, hogy szerintem neked bele kellene menni különböző tudományterületekbe, hanem egyszerűen érdekel, hogy őt, őt ez egyáltalán foglalkoztatja. Van -e erre precedens a múltban? Ha nincs, akkor megkérdezem, hogy miért nincs. És lenne kedve például kipróbálni, hogy milyen az, amikor nagyon eltérő dolgokkal is foglalkozik az ember. Mert hogy, ami itt érdekel, az egyébként ilyen, hogy nagyon eltérő területek, és és van ilyen képzés, ami ennyire távoleső, vagy láthatólag távoleső, vagy látszólag távoleső tudományterületeknek az integrálásával foglalkozik. Szóval ilyen módon át lehet fordítani, uh -huh. és szerintem, szerintem az ügyfél nem fogja úgy érezni, hogy én most valamit nagyon le akarok nyomni a torkán, hanem meg lesz a szabadság arra, hogy válaszoljon, és lepattintson, hogyha éppen ezért rossz ötlet volt. Említetted, hogy diákkorod óta. Bibliaiskolát vezettél, tartottál, tanítottál, és azt is tudom rólad, hogy hermeneutikát oktatsz. Jelenleg mm. is ez, ez megvan továbbra is. Ö, Igen, 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 igen. Igen, ez egy kis független Bibliaiskola, ahol én uh -huh. hermeneutikát oktatok, szóval ez nem a magas tudomány azért. Igen, láttam YouTube videón előadásodat, ami azt tehát egészen kedvet csinálsz a hallgatóságnak, bennem legalábbis különösen felépreztetted a kíváncsiságot, hogy még alaposabban tanulmányozzam a Bibliát, mert hogy egészen hétköznapi nyelvezettel tudod elmagyarázni a, a történetet, nagyon izgalmasak azok a gondolataid, ahogyan boncolgatsz egy-egy apró, apró kis történést, ami így talán átsiklan a figyelmünk, hogyha ha magunkban olvasnánk a Bibliát, és azt is tudom rólad, hogy a szakdolgozatodat a Coaching és Jobb könyvének, valami, nem is tudom, mi volt pontosan a címe, uh -huh. de valahogy ennek a kapcsolódásáról írtad. Szóval most ez egy nagyon komplex kérdés lett, tehát egyrészt mi ez a hermeneutika, mert nem biztos, hogy mindenki uh -huh. tudja, másrészt meg hogy, hogy tudod összekapcsolni a bibliai ismereteidet, a hermeneutikai tapasztalataidat a coachinggal, Hát a hermeneutika az ugye a szöveg értelmezésnek a tudománya, tehát hogy milyen szabályok mentén lehet eljutni egy megbízható értelmezésre. Uh -huh. Aztán persze nyilván a posztmodern óta az is egy kérdés, hogy lehet -e egyáltalán, és hogy, hogy van-e ennek egyáltalán értelme. Én azt gondolom, hogy van, azzal együtt, hogy nagyon sok izgalmas felvetés van, ami miatt ez nem lesz objektív a végén, vagy nem lesz egy, egy definitív válasz. Sokszor, hanem hanem inkább csak nagy valószínűséggel. Hogy, hogy segít a, a coachingban a hermeneutika? Hát nincs különbség az én fejemben. Tehát, hogy amikor emberek beszélnek és el akarnak okay. mondani valamit, és, en, és nekem valamilyen módon az mozgat, hogy azt értsem meg, amit ő el akar mondani, ne csak azt halljam, ami nekem izgalmas belőle, akkor akkor igazából pontosan ugyanazt csinálom, amikor egy bibliát olvasok, vagy egy bibliai szerzőt próbálok megérteni, mint amikor egy ügyféllel beszélek, és őt próbálom megérteni. Szóval ebben a, ezen a területen semmilyen különbség nincsen. A, a célom esetleg más, tehát mást akarok kezdeni azzal, amit a bibliából uh -huh. megértettem, meg mást akarok kezdeni azzal, amit az ügyféltől megértettem, mást fogok vele ö, csinálni, másképp fogja mondjuk befolyásolni az életemet, tehát lehet, hogy az ügyfélre akkor is nagyon akar figyelni, hogy ő mit akar mondani, hogy ha végén azt gondolom, hogy ezzel én marhán nem értek egyet, és biztos nem, nem így akarnám az életemet felépíteni, ahogy ő, de ettől még, ettől még azt próbálom megérteni, amit ő akar mondani, és azt szeretném neki is megmutatni, hogy én értem, amit ő mondani akar, és ebből következően jönnek elő érdekes kérdések. Úgyhogy a kettőnek a, a kapcsolata borzasztóan fontos, főleg azért is, mert a Biblia nagyon sok történetet tartalmaz, egyben nagyon sok érvelést is tartalmaz, és egy coaching beszélgetésben mind az érvelések, mind a, tehát mind a gondolatok összeszerelése, mind a történetek összeszerelése, vagy az események összeszerelése történetekké fontos alkotó elemei annak, amit az ügyfél ért, és magáról ért, vagy, vagy ahol el van akadva esetleg. Úgyhogy igen, szóval ezek között a számomra nagyjából semmilyen különbség nincsen. Ugye halak nem léteznek, tehát ezt már okay. megbeszéltük. Közben megkerestem, hogy az volt a szakdolgozatot címe, hogy coaching tanulságok a jobb könyvéből. Mire jutottál, milyen tanulságokra? Hát ugye ez ilyen kétfenekű dolog volt, mert egyrészt én kerestem egy alibit, hogy végre foglalkozhassak jobb könyvével, és azt gondoltam, hogy ez Aha. egy nagyszerű lehetőség lesz a végére akartam járni egy-két kérdésnek, ami nem nagyon foglalkoztatott jobb könyvével, csak soha nem volt, nem tudom, engedélyem rá, hogy ennyi időt töltsek vele. Viszont, viszont ami miatt ez valódi coaching szakdolgozat lett, remélem, legalábbis a visszajelzésekből az derült ki, hogy ezt gondolja. Úgy gondoltuk, Nem egy igen. megúszásos szakdolgozat volt. Az az volt, hogy hogy az, az nagyon érdekelt például, hogy amit mi ma tudunk a segítői beszélgetésekről, például ugye szó, beszélgettünk az ICF kompetenciákról, Igen. ahol formalizáljuk, vagy megpróbáljuk ugye tetten érni azokat az elemeket, amik közül, hogyha elhagyunk dolgokat, akkor bizony egy nagyon más minőségű beszélgetés tud megszületni, és azt feltételezzük, uh -huh. hogy, hogy alacsonyabb minőségű lesz az a fajta segítői működés, amit, amit szóval vannak olyan szabályok, amiket meg lehet szegni, de akkor az ember megfizeti érte az árát. Aha. És engem az érdekelt, hogy a, hogy a, jobb könyvében, ha mondjuk egy ilyen kócs, tudatos kócs szakmai szemmel ránézek a, a segítő beszélgetésekre, akkor, me, akkor megtalálom-e azt, hogy hány ICF kompetenciát sértettek meg jobb barátai, és nagyon egyszerűen fogalmazva, és mi lett a következménye? Szóval megúzták? Vagy, Kényt voltam megfizetni az árát? Aha. Úgyhogy az egyik dolog, amit én megnéztem, az az, hogy ők hogyan, hogyan élik meg a beszélgetést az egész könyvön keresztül, uh -huh. tehát, hogy milyen módon reflektálnak a köztük zajló beszélgetésnek Igen. a, a dinamikájára, És egyébként magam is meglepődtem, hogy mennyit reflektálnak arra, hogy hogy ez mennyire nem jól megy ez a Igen. beszélgetés, és panaszkodnak egymásnak, hogy a másik nem figyel oda is. Tehát egy csomó csomó frusztráció van, amit ők megfogalmaznak, kimondanak, számon kérnek egymás egymáson, nem figyelsz, nem hallod, amit én mondok, az a te bajod, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy nagyon sok anyag van a jobb könyvében, ami mentén végig lehet követni, hogy, hogy, hogy alakul a dinamikája ennek a beszélgetésnek. És hát persze van egy csomó ICF kompetencia, amit hát nagyon komolyan meg is értenek a, az urak. Uh -huh. És megfizetik az árát. És szerintem megfizetik az árát, mert a végén egy, egy ilyen teljes uh, ilyen álló harcá válik a dolog, vagy nem is nem, nem, nem harcá, hanem mi ez? egy ilyen befagyott, befagyott frontvonalá válik az egész, és, és aztán már függetlenül beszélnek egymástól a végén, mindenki próbálja jó hangosan megfogalmazni, mit is gondol a valóságról. Aha. Fú, nagyon sok gondolatot ébresztettél, Aha. és keresem, hogy merre menjünk tovább, de talán még egy izgalmas kérdés, spirituális coaching, ha ezt a fogalmat hallott, te mire gondolsz, mit értesz ez alatt? Hát, ha hallom ezt valakitől, akkor lesz egy rakat kérdésem, hogy ő mit ért ez alatt. Mert, mert az a tapasztalatom, hogy amikor valaki spirituális coachingról beszél, akkor egy csomó minden keveredik, hogy mit ért ez alatt. Tehát, hogy a, azt érti ez alatt, hogy az ügyfél spirituális, vagy azt érti ez alatt, hogy a coach spirituális, vagy azt érti ez alatt, hogy a téma spirituális, vagy azt érti ez alatt, hogy a, a kontextus, vagy a, van egy harmadik, egy egy külső szereplő, aki befolyásolja ennek a folyamatnak a, a, a folyamatát, aki spirituális, az abszurdum, aki maga Isten, és, és várom, hogy ő valamilyen módon alakítsa ezt a folyamatot. Szóval az első kérdésem az ez lenne rögtön, hogy ki mit ért spiritualitás uh -huh. alatt. Uh, és te mit? Hát én azt mindenképpen gondolom, hogy. Uh, tehát egyrészt nem biztos, hogy én nem biztos, hogy ezt a jelzőt használnám, Coaching és coaching közti megkülönböztetésként, mert nem biztos, hogy kívülről ez látszik. Igen. Az én, most az én fogam, uh -huh. mikor kérdeztem. Mert, mert nem feltétlenül arról szól a hogy a téma spirituális vagy nem spirituális. Egyrészt bármilyen téma pillanatokkal spirituálisá tud válni. De szóval az én számomra inkább az a kérdés, hogy attól spirituális egy coaching, hogy a benne résztvevők deklaráltan akarnak ennek az egésznek a spirituális aspektusával foglalkozni, vagy nem akarnak vele foglalkozni. Mondjuk ezt már azt gondolom, hogy ez már egy indokolja azt, hogy ezt a jelzőt az ember elkezdje használni. Uh -huh. És deklaráltan, akkor azt hogy deklarálják? Hát például szerződhetnek is erre akár, tehát hogy tehát le, teljesen tudatosan is. Egymással szembe, és akkor azt mondjuk, hogy na ez egy olyan coaching beszélgetés lesz, a, ahol mindenképpen. Szent, és van és egy, egy csomó a Hát, hogyha keresztény, akkor ha, igen. Hogyha igen, ez hogy... egy ajurvédikus coaching lesz, mert hogy ilyen is van, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy van egy csomó olyan ezoterikus uh, szereplő igen. a coaching piacon, akik, akik nem csinálnak abból titkot, hogy ők most energiát fognak közben csatornázni, a, nem Aha. tudom, mind keresztül. És ez egy olyan coaching lesz, ahol te nem tudom, hogy felárért, vagy csak úgy bónuszba megkapod azt a fajta aspektust is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt lehet dekreálni, Tehát, hogyha mondjuk te keresztény vagy én, de uh -huh. te is keresztény coachként uh, működsz, akkor ezzel gyakorlatilag megteremted annak a kontextusát, hogy az ügyfél ha akar, akkor, akkor igen, elmozduljon egyfajta spiritualitás felé. Na most, hogy ezt, hogy ezt akarja az ügyfél, vagy nem, meg hogy ezt így együtt akarjuk, -e, ez szerintem erre érdemes, uh -huh. err 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 erről érdemes egy picit beszélni, főleg, hogyha felmerül. De de hát nagyon könnyen lehet olyan kérdést föltenni, ami, ami kikerülhetetlen után a spiritualitásba visz. Például uh -huh. a legfontosabb értékeidet elkezdem piszkálni. Igen. Onnantól kezdve már nagyon, nagyon pici a határ, hogy, hogy olyan értékeket kezdjél el nekem mondani, amire már nem tudsz miért a miért uh -huh. kérdésekre válaszolni, vagy bármilyen módon nem tud megmagyarázni, mert ez egyszerűen csak adottnak tekinted a valóságban, és uh -huh. ez szerintem sok esetben már kimeríti a spiritualitás fogalmát. Uh -huh. De a, a számomra egyébként a spirituális coaching, ha belül Has, ahogy én Igen. belül használom, az sokkal inkább az, hogy én, mint coach, elkezdem teljesen tudatosan az Istennel való párbeszédemet belül folytatni. Uh -huh. És meg megpám, megpám hagyni magam befolyásolni is náltal arra, hogy, hogy, le, hogy olyan dolgokat is meglássak, amiket egyébként szakmailag nem biztos, hogy én még olyan tartok ott, hogy ezt mondjuk meglátnám. És mondjuk ilyen értelemben szeretném azt gondolni, hogy minden minden coachingom a spirituális, közben nyilván nem, mert van egy, vannak olyan helyzetek, amikor eszembe se jut. Igen. hanem szakmából lenyomom, vagy, vagy egyszerűen csak emberileg kapcsolódok az ügyfélhez, és, és, és nem érzem valahogy szükségét annak, hogy ezt megnyissem, ezt a csatornát, de hogy ja. valami ilyesmi. De hogy ez is egy ilyen formálódó dolog. Igen, hát onnantól, hogy definíciót alkotunk rá, onnantól tehát most vagy dogmává válik, vagy, vagy nagyon hamar érvénytelenné válik. Nem biztos egyébként, mert szerintem a definíció Na. az abban is segít, hogy értsük, hogy milyen szempontból beszélgetünk most róla. Tehát a definiálással nem szükségszerűen kell leszűkítenünk magát a jelenséget. A definíció ez nem magyaráz meg, az csak, az csak azt, azt teszi világossá, hogy én most milyen szempontból nézek rá valamire. Utána az még felvethet több kérdést, mint választ akár. Számodra a definíció az egy ilyen lezáró aktus? Egy ilyen befagyasztó Igen, aktus? Úgyhogy most ez, ez érdekes gondolat, amit mondasz. Igen, mert hogy a számomra definiálunk valamit, leírjuk, megvan, megtanuljuk, belenyomtatjuk a, a tankönyvekbe, és engem ez beszorít. Úgy érzem, hogy fú, akkor ez az. Akkor, ja. amit én csinálok, az, az már nem az arra, akkor egy új definíciót, behozok új gondolatokat, új szempontokat. De most már a spirituális coachingra is adtál több meghatározást, attól Igen. függően, hogy ki hogy érti. Tehát akkor melyik, melyik a definíció? Hát nem biztos, hogy van ilyen. Hát nem biztos. Meg az sem biztos, hogy a definícióim véglegesek. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy munkahipotézis, amivel én most éppen operálok. Nem lehet teljesen biztos, Aha. hogy az. Tehát, ahol én most tartok, én nagyon remélem, hogy fél év múlva nem itt fog tartani. És tesznek bizonyos dolgok, amikre örömmel azt fogom mondani, hogy hát a Múlinak azt mondtam abban a coachingban, vagy abban a, bocsánat, mi ez, podcastban. Podcast -ja. És hát fel is vették, de hát mindegy, én már ezt már túlhaladtam, én már nem az vagyok, vagy nem azt gondolom, vagy közben történt azért velem egy-két nagyon fontos dolga, miatt rájöttem, hogy hát az egy kicsit naív volt ez az elképzelés. Szóval ettől én nem annyira vagyok megijedve uh -huh. ettől az aspektusától. Úgyhogy számomra a definíció az mindig egy eszköz, ami most megragadja azt, amilyen mélyen én ezt a dolgot látom, vagy amilyen, ameddig sikerült leásnom. Uh -huh és az, hogy coachingot tanultál, és elkezdted kitapogatni ennek a határait, milyen változást hozott az életedben? Mi az, amit másképp Hát inkább teszel? mit nem változtatott meg mit az életed. Ah. Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent. Tehát iszonyatosan sok mindenre elkezdtem rájönni. Vagy, vagy érzékelni. Tehát, hogy elkezdenek, ugye ez, ez egy ilyen folyamat, hogy az ember tudatosít valamit, és Igen. aztán ez szép lassan beleépül a, a látásmódjába, a szemléletébe, és onnan kezdve már érzékeli azt, hogy már nem, már nem tudja nem látni például. Úgyhogy a saját működésemben most már egy csomó, tehát folyamatosan egyre több olyan dolog van, amit már nem tudok nem látni, aztán vagy tetszik, vagy nem tetszik, és akkor ennek megfelelően vagy erősíteni próbálom, és, és tovább kibontani, vagy, vagy rájönni, hogy ez hogy attól, hogy kellene megszabadulni, vagy mit kéne másképp csinálni. Ezt mindenképpen megnyitotta, vagy megváltoztatta. Na ez egy jobb kérdés annál, mint, a, mint amilyen választ én most erre adtam, úgyhogy ezen gondolkodni fogok. Oké. Okay. Mármint egy külön beszélgetés most el lehetne ezen indítani, az az érzésem, hogy mi mindenre volt hatással az, hogy én elkezdtem kócsként tudatosan működni, vagy próbálok. Uh -huh. Oké. Okay. Hát akkor ezt majd egy következő beszélgetésben. Köszönöm, Tamás. Én is nagyon.